Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben föllépett egy ember, Isten küldte, János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. János így tett tanúságot. A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemben, hogy megkérdezzék őt, ki vagy te? Erre megvallotta, nem tagadta, nem megvallotta, nem én vagyok a Messiás. Ezért megkérdezték tőle, hát akkor talán Illés vagy? Nem vagyok, felelte. A próféta vagy? Erre is nemmel válaszolt. Azt mondták tehát neki, akkor ki vagy? Mert választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz magadról? Ezt felelte, a pusztában kiáltó hangja vagyok. Egyengessétek az Úr útját, amint Izaiás próféta mondotta. A küldöttek a farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték, miért keresztelsz át, ha te nem vagy a Messiás, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt, én csak vízzel keresztelek. De köztetek áll az, akit ti nem ismertek, ki utánam jön, s akinek még a sarusziját sem vagyok méltó megoldani. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János tartózkodott és keresztelt. Ezek az evangéliumi hír. Krisztusban szeretett testvéreim, örvendjetek mindig az Úrban, mondja Szent Pál nekünk, ismét mondom, örvendjetek, mert az Úr közel van hozzánk. És azt is mondja, legyetek derűsek. A derű, mintha az örömnek egyfajta állandósult formája lenne. A derű az nem egészen öröm, nem is egy lépés az örömtől lefelé. A derű nem az öröm és a búskomolság közötti kiegyezés, hanem talán a keresztény öröm hétköznapi formája. Aki derűs, az képes kis dolgoknak is örülni, és a nagy megpróbáltatások mélységes örvényei nem húzzák le egészen, meg tud kapaszkodni. Micsoda példát kaptunk erre! Boldog második János Pál pápa szavát ne felejtsétek el. Péter utódjának utolsó üzenete volt. Kint ezrek, tízezrek várakoztak, imádkoztak, ő haldokolt. És ezt üzente. Én derűs vagyok, ti is legyetek derűsek. Azt hiszem, hogy a kereszténységnek ez a legnagyobb bizonyítéka. Ez a derű elsősorban nem pszichológiai állapot, mert akkor nem lehetne csak úgy felszólítani valakit. Hát a pszichológiai állapotok olyan, amilyen. Amire fel lehet szólítani, az egyfajta feladat, amire mi keresztények képességet kaptunk. Azért mondjuk a gyereknek, te gondolkodj el ezen. Mert megkapta a gondolkodás képességét. Azért nem mondjuk a kiskutyának, hogy gondolkodj el ezen, mert nincs meg a képessége. Szent Pál olyan valamire szólít fel, ami a kereszténységben képesség. Legyetek derűsek. Képességet kaptunk Jézus Krisztusban a derűre, csak azt ki kell művelni. Mert az isteni természet részesévé lettünk a kerességben. Testvérek, olyan összetett dolog ez a derű, hogy talán úgy lehet megközelíteni, hogy elválasztjuk mindattól, ami hasonlít hozzá.
A kabarék közönségeinek nevetései és röhögései nem derül. Olyan az, mint egy pszichológiai tüsszentés. Önmagában nem rossz és nem jó. Ha gyalázatos dolgokon röhögnek, és a lélek lassú mérgezése történik, akkor ezért veszélyes. De nem maga a poén veszélyes. Persze egy jó tüsszentés nem rossz. Ezt a tubákolók valószínűleg tudják, és mivel kevés ma a tubákoló, azért nagy a közönsége a kabaréknak. A kabaré után az életünk nem változik meg. Ha visszagondolunk a viccre, megint nevethetünk. Az ilyen nevetés nem rossz, de alapvetően az ember nem lesz derűs tőle. Nem változik meg a lélek állapota. És mindig valamihez van kötve a nevetés oka, valami furcsa hirtelen ütközés, vagy nyelvi ütközés. A derű az nem valamihez van kötve, hanem valakihez. Aztán a jó kedély sem azonos a derűvel. A jó kedély egyes emberek jellemzője, szerencsés tulajdonsága. A jó kedélyű ember általában kellemes, hát a kedélytelen ember nehéz elviselni. Azonban a jó kedélyű ember lehet igen felületes is. Persze ez nem azt jelenti, hogy a kedélytelen pedig eleve mély lelkű. De a jó kedélyű ember azért nem okvetlenül jó. Bon vivant. Szeret élni. Előfordulhat, hogy itt is, ott is emberi drámákat okoz, de hát abból is lerázza magára, mint a kutya a vizet, felületesen vidám, hát ez a kedélye. Testvérek, a jó kedély nem erkölcsi adottság, és azt nem is lehet egészen megszerezni, utánozni pedig furcsa lenne. Aztán az a derűs ember hasonlít a flegmatikus emberhez. Akit nem idegesít semmi, nem fortyan föl semmin, nem ugrál ide-oda, mert egyfajta nehézségi erő működik benne, hagyjatok békén, az a pax vegetatív, az az emésztési békesség jellemző rá. Valamiben hasonlít a derűs emberre, az, hogy van benne egy nyugalom, de a derűs embertől különbözik. A derűs embernek állandósága, hogy jó rá számítani, nem önmagában van, hanem Istenben, ha keresztény. És a derűs ember az cselekvő ember. A flegmatikus hajlik a lustaságra. Derűs emberek voltak a pogányok között is, ezt be kell vallanunk, de azok mind filozófusok voltak. Ez is már nagy dolog. Nagyon gondolkodó emberek voltak, általában sztoikusok. Szellemük megkapaszkodott egy rajtuk kívül álló, valóságos rendben, a természet rendjében. Hát ez se ártana, hogy visszamenne Európa és Amerika természethez, hogy éjjel alszunk, nappal vagyunk fönn. Télen hideg van, nyáron meleg van. Alkalmazkodik mindenbe. Belenyugszik abba, hogy most fiatal és most öreg. Ezek megkapaszkodtak a természet rendjébe. De a leglényegesebb különbség a nem keresztény derűs ember és a krisztusi ember derűje között az, hogy a keresztény nem egy rendbe kapaszkodik meg, hanem valakibe, aki minden rendnek a kezdete, Jézus Krisztusban, akiben teremtett mindent az Atya. Aztán hasonlít a derű a békességes magatartáshoz, de különbözik is. Miben különbözik? Alig különbözik tőle. Ezért halljuk Szent Páltól, hogy a békesség Istene szenteljen meg titeket.
Érdekes, azt lehet mondani, hogy a békesség istene, de azt nem lehet mondani, hogy a derű istene. Érezzük. Miért nem lehet mondani? Hát igen, mert a békesség az az Isten bensejéből az embernek adott szeretetnek a nyugalma. Isten belül nem békességes, hanem szeret. És amikor az emberbe, Ádámba, Évába kiárasztotta a szeretetét, amikor megszentelő kegyelem állapotában végtelenül tudtak szeretni Istent és egymást, akkor ebből adódott a békesség. Így a békesség istene. Istenben nem békesség van, több. Végtelen szeretet. És amikor megadja a szeretetet, és valaki befogadja, akkor Isten békéjében részesül. Igen. Isten tulajdonképpen nem békességet adott az embernek, hanem az ő szeretetét. Mit mond az utolsó vacsorán? Nagyon érdekes. Ahogy az Atya Isten szeret engem, az Atya, én úgy szeretlek titeket. Hogyan szereti Jézust, az Isten fiát, a Fiú Istent az Atya, a Szentlélekben? Én úgy szeretlek titeket, vagyis rátok fogom árasztani a szent lelket. Ebbe halok bele, hogy elveszi az Isten a bűneiteket, és ismét rá lesztek kapcsolva belül az isteni szent háromságos életre. És akkor szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket. Szinte a Szentlélek áradjon köztetek. Ennek következménye az a békesség, amelyet a világ nem ismer. Amire azt mondja Jézus, az én békémet adom nektek, nem a világ békéjét. Szóval a kettő összefügg. Az utolsó vacsorán megígéri a legnagyobb isteni ajándékot, hogy az Isten szeretete kiárad a szívünkbe. Képesek vagyunk istenként szeretni, ha vele vagyunk. A magunk pici kis életében, lásd a vértanúk. A másikért odaadott élet. Na és ekkor mondja, hogy az én békémet adom nektek. Ennek a következménye a békesség, amelyet a világ nem ismer. Nagyon érdekes a sokszor idézett karácsonyi ének, amit az angyalok énekelnek, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Hát nem így van. A görögben úgy van, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség az embereknek, akiket Isten szeret. Azért ez különbség, nem jó akaratú. Aki tudja, hogy őt Isten szereti, aki a Szent Háromság Isten életébe be van, vagy be lesz avatva, az ízleli meg a békességet. Az a békesség, ami Krisztushoz megnyugvás, elmerülés az Istenbe, miközben az élet felszínén tevékenykedünk, és ennek a békességnek a keresztény derű a következménye. Tehát valahogy az isteni szeretetben való részesedés adja azt a békességet, a rendnyugalmát az életünkbe, és ez neveli ki bennünk a derűs lelkületet. Igen. Az a derűs emberben van valami nyugalom, hatalmas dicséret éri, megtiszteltetés nem száll el. Tudja, ez ahhoz képest, hogy Isten szeret, nagyon jó, köszönöm. Aztán a nagy megpróbáltatások éri, szenvedések törnek rá. Isten szeretetébe kapaszkodva meg tud nyugodni. A derűség magatartás a világgal szemben, mindennel szemben, ami elér minket. Mindenért adjatok hálát, mondja Szent Pál. Tehát az Isten szerető embernek minden a javára válik. Ő tudja, hogy őt szereti az Isten, ő pedig próbálja Isten szeretni és a többi embert, és ebből alakul ki egy derűség.
ami nem mindig mosolygás, ez természet kérdése. De valami alapvető, nagy nyugalom van benne. Na most, hogyha újra végignézzük a derűhöz hasonló dolgokat, akkor még jobban megragadjuk ezt az isteni ajándékot, amelyet megkaptunk, csak ki kell művelni. Testvérek, a derűs embernek több köze van a jó ízű humorhoz, mint a kabaréhoz. Nem röhögtetni akar, hanem az élethez való hozzáállást olyan kenetessé tenni, könnyűvé tenni, mint azt mondaná, hogy ne vedd már olyan komolyan magadat. Nem vagy te olyan súlyos. Ez óriási. A kabaré készítők és a kabaré résztvevők egy pszichológiai tüsszentést várnak. Nem rossz. Az igazi humorista az humoralista. Az embernek a mindenséghez való hozzáállását megváltoztatja. Testvérek, a 20. században kortársunk volt nekünk idősebbeknek, boldog 23. János. Tessék elővenni ezt a könyvet, Isten igaz embere. Hát ez egy... Na most ott, amiről beszéltem, arról kaptok egy illusztrációt. Rengeteg történet, rengeteg. Talán múltkor is említettem. Biztos, hogy ezt a kis francia vagy olasz lány, kislány nagyon előkészítették, hogy a szentséges atyát fogod meglátni a kihallgatáson, és kisgyerekek között te is ott leszél, és közel mehetsz a szent atyához. És bejön ez a kövér ember, 23. János, és a kisgyerekből kitör, hogy jaj, de csúnya. Szóval az édes kislányom, a pápa bácsit nem a szépségversenyen választották ám, hanem a bíboros bácsik a konklávéban. Hát ez nem vette magát halálosan komolyan. Milyen? Ez a humor, ha hiányzik, akkor az életünk, de egy olyan komorság van, amit nagyon megfizethetünk. Valahogy a derűs ember jó értelemben nem veszi olyan komolyan magát. Tele van ilyen történetekkel, 23. János. Tele. De nem tudták azt, hogy ott téblából a pápa, ahol hát vitték ide-oda szekrényeket. Hát talán az ő, nem tudom, egy-két bútort, hogy hozatot, vagy mást akart. És az egyik munkás úgy mondja, hogy ne tépegj már ott, hanem fogd meg azt a szekrényt és vidd. És megfogta a pápa a szekrényt és vitte. Hát az majd aztán rogyott a fiam, szentséges atya minden. Semmi, fiam, semmi. Megreggeliztette őket, meghívta, de ő kiment, hogy az a munkás ember nyugodtan legyen. És egy hallatlan. A derűs emberrel jó együtt lenni. A derűs ember aztán nem eleve jókedvű, mert az egy adottság. A derűs lelkületet a kegyelemmel együttműködve ki lehet művelni magunkból. Tehát erre vonatkozik az a mondás, de csak erre, ha egy szent szomorú volna, bizony szomorú szent volna. Ez nem a vigyorgó, az állandó bohózkodó papot vagy hívőt jellemzi. A derűs ember az nem bohózkodik. Nem az arcizmai lehet látni a derűt, hanem az egész lényén. Aztán a flegmatikushoz annyiba hasonlít, hogy van benne egy nyugalom. De a flegmatikus érdektelen. A derűs ember elkötelezett és érdekelt, másokért él. Aktív, de nem munkalázas. Nem állandó pihenésre és semmittevésre gravitál az egész élete, hanem mind a munkában, mind a pihenésben, mind az örömben, mind a szenvedésben Isten bekapaszkodik. Az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve. Aztán a derűs ember békességes ember, de békességének nem önmaga a forrása, hanem Krisztus, akiről azt mondja Pál, a mi békességünk. Legyetek hát derűsek, testvéreim!
És ezt hogyan éritek el? Imádkozzatok szüntelen. Az nem azt jelenti, hogy mindig egy szöveget mondok, hanem egész életemben Isten jelenlétére figyelek. És adjatok hálát mindenért. Abban a bizonyosságban, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Talán ezt gyakorolva adnánk a legnagyobb ajándékot a családban a másiknak. Hogyha kiművelném magamba a keresztény, a krisztusi derűt. Amen.